Szombaton, december 9-én rendezték Ajkán az első U12-es tornát, ahol az utolsó összecsapáson az ajkai óriások csapata nagyon szép játékkal örvendeztette meg a közönséget. A szabályokról Bakos Gábor edző beszélt nekünk. Nagyobbak már a gyerekek, igazából már lehet nekik mondani kis taktikát is. Testjáték még nincsen, hogyha nagy pályán játszanánk velük U12-be, akkor már lehetne egy kis testjáték is, meg akkor már lenne les is, mivel még kis pálya van, és az országban van sok kis pálya, ezért a szövetség most kitalálta, hogy az U12-esek is játszhatnak így 3-3-ba. Igazából a szabályok azok teljesen ugyanazok, mint az U8-ba és az U10-be. Annyi a különbség, hogy nagyobbak már a gyerekek, értelmesebbek, lehet nekik több dolgot mondani. Az utolsó összecsapás előtt az ajkai óriásokat Dósa Dávid látta el jó tanácsokkal. Hát a gyerekeknek azt javasoltam, hogy sokat kell korizni, mert anélkül a hoki az nem hoki, illetve figyelni kell a csapatjátékra is. Az ajkai óriások felszabadultan játszottak az utolsó mérkőzésen. Mondhatni, lekorcsolyázták a szombathelyi pingvineket. Játékukat a közönség is nagyon élvezte. Igen, hát ez a jó, amikor felszabadultan tudunk játszani, és igazából tényleg a hoki miatt vagyunk itt, és ezt a szülők is átérezték igazából, és örülök, hogy ilyen jó hangulatú mérkőzést sikerült itt az utolsó meccsen produkálni.